Kevésbé látják a lehetőséget a digitális eszközökben a hazai vállalkozások. Európai szinten például Magyarország az utolsó helyen áll az ügyfélkapcsolati rendszereket nyilvántartó szoftverek használatában. Hangzott el a Vállalkoz digitálisan projekt nyíregyházi előadásán, pedig a számítógépek, táblagépek és a vállalatirányítási rendszerek nagy mértékben hozzájárulnának egy cég működéséhez és versenyképességéhez. A programunknak az egyik legfontosabb pillére ez a tanácsadás, ez az audit, amely keretében a vállalkozásokat, a vállalkozások informatikai helyzetét a tanácsadóink a helyszínen, a vállalkozások székhelyén, illetve telephelyén teszik meg, világítják át, és ennek segítségével javaslatok, ennek köszönhetően, vagy ennek eredményeként egy javaslatot tesznek a fejlesztésekre, és a vállalkozások ennek segítségével tudnak hatékonyabban működni. A tanácsadóink javaslatára egy digitálisan felkészült vállalkozás minősítés kerül kiadásra. Ennek a birtokában a vállalkozások plusz 5%-os visszanemtérítendő támogatást érhetnek el a március 8-tól beadható GINOP 322 névre hallgató pályázatok keretében. Erre a pályázatra közel 45 milliárd forintos forrás érhető el. A vállalkozások 1 millió és 20 millió forint közötti összegeket igényelhetnek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tízezer cég működik, ezek közül számos mezőgazdasági mikrovállalkozás. A program mindegyikük számára előnyökkel járhat méretétől függetlenül. Az informatikai fejlesztés több szempontból is fontos lenne, közölte Pekó László, a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. Hogy most beszélünk arról, hogy minimálbér emelés, akkor láthatjuk azt, hogy keresik a lehetőséget arra, hogy hol tudunk költséget csökkenteni. A költségcsökkentés a versenyképesség egyik fontos feltétele, hogy az emberi munkaerő helyett, ha tudunk, akkor alkalmazzunk minél modernebb technikát, használjuk az informatikai lehetőséget. Szerintem ma ebben a helyzetben, megyénkben is, és döntően a kis vállalkozások hátrányban vannak. Ezzel próbálunk segíteni, hogy az ország különböző megyében, megyénkben is tartunk rendezvényeket. A figyelemfelkeltő rendezvénysorozat másfél éve indult. Ez idő alatt a különböző rendezvényeken keresztül már 10 000 vállalkozáshoz ért el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkoz Digitálisan programja.